Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott és termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ekkor oda mentek hozzá tanítványai és megkérdezték: miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt: nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendőlése. Halván hallotok, és mégsem értetek. Nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis e népnek szíve. Fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok és a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi. Testvérek, én azt hiszem, hogy az évközidő 15. vasárnapján ebben az evangéliumban teljes egyértelműséggel, majd az egész nyáron át az Isten országáról szóló roadshow tulajdonképpen ennek a tanulmány útnak a 0 kilométerénél állunk. Vannak a Szentírásban olyan festői jelenetek, amik gyakran kiáltanak biztos művészkéz iránt, amiket gyakran faragnak ki, festenek meg, énekelnek el. Talán ezek közé tartozik a magvetőről szóló példabeszéd is. Lehetne százalékos arányokat felállítani, ez nem az én asztalom, de egy-egy templomba betévedve az ember szeme legalább a szószék mellvédjének a díszítésekor gyakran akad meg a magvető példázatának jól vagy kevésbé jól sikerült ábrázolásain. Teljesen egyértelmű maga a példabeszéd. Tulajdonképpen olyan nagy felfejtést alapvetően nem igényel. Az ember néha rácsodálkozik, hogy az Isten milyen jól ismer minket, és az ott és akkor felállított kategóriák, azok a mai napig is érvényesek, hiszen akkor, amikor a mi úrunk a magvetőről szóló példázatot magyarázza, teljes egyértelműséggel meg is mondja, hogy kik az útszélre esett magok, akik ugyan megkapják a lehetőséget, akiknek a lelkébe elszórja az Isten a csirákat, de
nem találnak táptalajra. Nem kelnek. Kijön a gonosz, megrabolja őket. Alapvetően semmire sem számíthatnak. Hogy igen, vannak olyanok, akik allelujázva, állva tapsolva fogadják azt végtelen örömmel, és utána eltűnnek. Aztán nem látjuk őket. Ó, milyen gyakran fordul ez elő egyébként egy-egy látványos ünnep, vagy nagyobb attrakció a plébánia az egyházközség életében kapcsán. Egy-egy rendezvénynél, amikor körüldonganak minket, körülzsongják az embert, milyen jó, mennyire jól érezzük magunkat, aztán csak a hátukat látjuk. Mert nyilván a lelkesedéshez azért eltökélt szándék, vasakarat is szükséges, hogy így legyen, mert hogy nem mindig lobog az a láng 1000%-kal, nem mindig tapsolunk állva, nem mindig misén van cirkusz, ez nem a művelődési ház, ahová rendezvényekre járunk, hogy bizony vannak, ha nem is unalmasak, mert az Isten igéje az soha nem lehet az. Pláne, ha indulatokat vet, pláne, ha kérdéseket korbácsol fel az emberben, akkor különösképpen nem az, amikor úgy érezzük, hogy nekünk szól, hogy miért személyeskedik ez itt, akkor hála Istennek, hogy legalábbis jó földbe hull az ügy. De hogy foglalkozunk-e vele, hogy akarjuk-e megvizsgálni, hogy ott van-e az elszántság és az akarat, ez gyakran nagy kérdés. Így aztán sokan szalmaláng életűvé válnak közülünk, és amilyen gyorsan, és amilyen lelkesen érkeztek, pontosan olyan viharos sebességgel tűnnek is el, hogy aztán majd a következő nagy attrakciónál esetleg újra láthassuk őket. És nyilván vannak azok, ahol megvan a jó mag, megvan a jó föld, megvan a jó szándék, és megvan hozzá az a jó, az a megalapozott, az az erős akarat, hogy nem mindig csak a hegytetőkön, nem mindig csak a csúcsokon, nem mindig csak a látványos nagy csodákat művelve tudjunk lelkesedni Krisztus ügyéért, hanem akarjunk megtapadni, akarjunk belőle élni, akarjunk belőle lélegezni, akarjunk valóban benne élőkké válni, és na majd ők lesznek azok, akik sokszoros termést hoznak. Én azt hiszem, hogy ezek a kategóriák az elmúlt 2000 évben sem változtak semmit. A csábítás, a gonosz működésének a lehetőségei és az eszközei, a paletta, az félelmetesen szélessé vált, sokkal több területről és sokkal agyafurtabban lehet megfúrni. Az alkotó, a teremtő Isten művét sokkal több a lehetőségünk elcsúszni, langyossá, semmilyenné válni. Márpedig az Isten nem ezt várja tőlünk. És ahogy a kihívások is nagyobbak, úgy nyilván a saját kis győzelmeink, a világ fölött, az önmagunk fölött, a rossz hajlamaink fölött aratott győzelmeink is annál fényesebbek, annál nagyobbak. Állandóan elégedetlen emberek korát éljük. Valamiért mindig azt hiszük, hogy lehetne még több, még jobb, még gazdagabb. Mindig van valami még, amit az ember akarna. A szív megelégedettségének a csodájára olyan nehezen jutunk el, ami nem nyugvó pontot, ami nem belenyugvást, ami nem semmit tevést jelent. Talán éppen a termés, ennek a termés megsokszorozásának az idejét, és az a kontraszt, amit az Úr elénk állít, én azt hiszem, hogy nagyon is erőteljes. Milyen sokan szerették volna látni, amit ti látok. De nem láthatták.
Milyen sokan szerették volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallották. Lehet mindig útra kelni. Lehet mindig keresni a nagyobb csodát. Lehet futni a jobb műsor, a jobb előadás után. De az Isten talán pontosan jól tudja azt, hogy amit mi látunk, hogy amit mi hallunk, az miért is, és miért pont nekünk, és miért pont akkor jó.